A 10. foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési fórumon vettek részt hétfő délután a Vármegyei Paktum szervezeti tagok. A rendezvény sorozat célja, hogy átfogó képet kapjanak az aktuális képzési helyzetről, pontosítsák a fejlesztési irányelveket, és megvitassák, hogyan növelhető a térségben a foglalkoztatottság, és hogyan csökkenthető a munkanélküliség, valamint a munkaerőhiány. Azt láthatjuk a megyében már évek óta, de egyre inkább sürgető szükség, hogy a szakképzés elkezdett országos reformja, amelyet nagyon nagy lépéseket tettünk előre, hiszen szakképzési centrumok alakultak, a duális képzés évek óta már nem csak bevezetésre került, hanem mindennapi gyakorlat is, hogy mit tudunk a megyében, a megye intézményekkel, az egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel, elsősorban nyilván ez a helyszínválasztás oka is, tenni a szakképzés további fejlesztéséért. Milyen olyan eszközöink lesznek a Paktum Plus-ban, már a Topux részeként megvalósuló Paktum Plus-nak, amely több mint 7,5 milliárdos forráskerettel rendelkezik a jövőben, a következő években, hogy a megyében is a szakképzés megfelelő színvonalon és a munkavállalók, illetve a munkáltatók javára tudjuk megújítani vagy továbbfejleszteni. Mint elhangzott, az építőipar, valamint a gép- és műanyagipari szakmák fejlesztésében kell elsőként lépéseket tenni, hiszen megnőtt a szakképzés iránti igény, egyre jobbak a beiskolázási adatok. Ez azért is fontos, mert a Nyíregyházi Egyetem és a térség gazdasága szorosan összefügg. Közép-Magyarországgal ellentétben, ahol több egyetem is van, itt a felsőoktatási intézmény által képzett szakemberek nélkül szabad esésbe kezdene a térség. Ezt már az intézmény rektora mondta, aki hozzátette, reagálni kell a terület sajátosságaira és a munkaerőpiaci kihívásokra. Amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk a munkaerőpiac szereplőivel, a térség foglalkoztatóival megtalálni azokat a lehetőségeket, réseket, tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű szociális viszonyokra, ez nem olyan egyszerű. A elmúlt időszak kedvezőtlen folyamatai, a Covid-tól az energia árrobbanásig nagyon megnehezítik a hallgatóink életét, az intézménynek a működését is, és ilyen körülmények között kell megtalálni a kicsike reménysugarat, és mentorálni, segíteni a hallgatóinkat, az idevaló bekerülést, a tehetségek megtalálását és a beiskolázást, a bekerült hallgatók mentorálását, az esélyegyenlőség biztosítását a nagyon hátrányos, szélsőséges helyzetből a felsőoktatásba bekerülők számára, a felnőtt lakosság számára pedig különböző szakmai, képzési, tehát amit egy pár évvel ezelőtt üres lózungnak gondoltunk, ez a lifelong learning, minden területen az élethosszígon tartó tanulás egy alapvetés. Az egyik legfontosabb, folyamatosan zajló átalakulás, hogy a hagyományos katedra elvű oktatást felváltja egy hibrid képzés. Még előbbi egyre kevésbé tölti be a funkcióját, utóbbi esetében az egyetem a partnervállalkozásokkal való együttműködéssel valódi munkaerőpiaci helyzeteket mutat a hallgatóknak. Sok esetben pedig állásajánlattal is végződik a képzés.